Sziasztok! Ebben a kirakásban megnézzük, hogy mi az, amit nem tudsz, mi az, amit nem látsz. Három pakli közül választhattok. Az egyes a karneol csoport, a kettes a szodalit, a hármas pedig az aventurin. Választátok azt, amelyik megfog, amelyik pakli rezonál veletek. A karneóról, az egyesről annyit kell tudni, hogy bátorságot, erőt és jókedvet ad, nyitottságot és magabiztosságot közvetít. Fizikai test a vérellátáshoz kapcsolódik, az anyagcseréhez, a veséghez, a belekhez, és a szakrális csakrát támogatja. Kos, oroszlán, bika, szűz, vízöntő és ikrek, csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek erre az energiára. A második a szodalit. Segít felvállalni önmagunkat, megszünteti a bűntudatot, igazságérzetünk és önbizalmunk növelésében segít, tehát hogy kifejezzük magunkat a kommunikációban, támogatja ugye a kommunikációt, a nyíltságot. Fizikai test a vitalitás, vérnyomás, nyirok, a torokcsakrát támogatja, hiszen kékes színű. Kos, nyilas, oroszlán, bak, halak és szűz csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek erre az energiára. A harmadik csoport az aventurin, enyhíti az idegességet, a stresszt, megszabadít a felesleges gondolatoktól, az érzelmi blokkokat is feloldja, függetlenséget, boldogságot sugároz. Fizikai test a szív, bőr és az idegrendszer, amire hat. Szívcsakrát támogatja, hiszen zöld színű. Rák, oroszlán, vízöntő, bika, mérleg és a nyilas csillagjegyűek fogékonyabbak lehetnek erre az energiára. Ha az egyes paklit választottad, a fő energia az érmék 9-es. Látjuk, hogy a tarókártyán egy teknős van, a természetben van. A teknős, mint maga szimbólum, mindegyik kultúrában megjelenik. Távol-keleten is a teknős szent állat, hiszen a páncélja, a menny, az alsó része pedig a föld szimbóluma, tehát varázslatos módon egyesíti az eget és a földet. Japánban, ugye a feng shuiban is a teknős a jó szerencse szimbóluma és a hosszú élet szimbóluma, tehát mindenképpen pozitív jel, hiszen úgy tartják, hogy 10 000 év boldogságot hoz. A balinézeknél is szent állat volt, hiszen aki elfogyasztja vagy elpusztítja, az gyalázatot követ el önmagával szemben. Kínában is ugye a termékenység és az életerő szimbóluma és a türelem jele. És megjövendelik a jövőbeli eseményeket, úgy tartják a teknőstől. Tehát a termékenység a hosszú élet szimbóluma, és a görögöknél is például ugye a vizek női erejeként a teknőst ugye Afrodité jelképének tekintették, ugye a Vénusz jelképe. És az indiánoknál is bizony ugye totem állat, hiszen az ősök közötti kapcsolatot szimbolizálja maga a teknős, hiszen a legbölcsebb állat, a legbölcsebb teremtmény, az irokézeknél például föld anya szimbóluma is, de egyéb törzseknél is egyébként a világot szimbolizálja, az erőt, a hosszú életet és a szerencsét. És mint spirituális állat mindenképpen ugye a bölcsességhez párosul. Tehát a teknős arra tanít minket, hogy legyünk elszántak, higgadtak, békésen járjuk az útjukat, és ugye az elemeket egyesítjük magunkban, a föld és a vízelemet, a szárazföldet, lassan haladunk, mindent megfontolunk, hiszen a teknős a vízben mozgékony, a szárazföldön pedig megfontolt és lassú. A tarókártyán is pozitívan jelenik meg, hiszen az az üzenete, hogy amiről nem tudsz, hogy megvan mindened, amire szükséged van. És szánj időt egy kicsit magadra is, le kell lassítanod, megállnod, és élvezd az életet. Lehet, hogy olyan élethelyzetben vagy, ami egy kicsit nehezített neked, de tudd, hogy a kártya üzenete mindened megvan, mint a teknősnek is. Látod, hogy a háza megvan. Ott van a hátán,
van hol laknia, van hol pihennie, kint van a természetbe, szelíd teremtés, kíváncsi teremtés, mindent megfontol, tehát ez a hosszú távú építkezések lapja, hiszen a korongok egyébként is ugye a hosszú megvalósulást eredményezik. A hosszú életet is szimbolizálja, tehát itt átalakulnak a folyamatok, kitartó vagy, és készen állsz mindenre. Fel kell tenned magadnak a kérdést, hogy neked mi fontosabb, a gazdagság vagy a pénz, hiszen már mindened megvan. A pénz az csak egy energia, csak egy eszköz, de a gazdagság az benned is van, a bölcsesség, ami a teknős üzenete a számodra. Az üzleti életben is ott vannak a hosszú távú lehetőségek, jól meggondolod a dolgokat. Tehát amiről még nem tudsz, hogy nem kell harácsolni, nem kell gyűjtögetni. Add meg magadnak, ami jár, élvezd az életet, mint a teknős a természetben, hiszen minden ott van az élelem előtte. Ott van a fal, ugye, mögötte, ami védelem, ott van a háza. Tehát az értékek benned vannak. A cigánykártya is azt mutatja, hogy ne legyél bizonytalan. Fókuszálj az emberi kapcsolataidra, a családodra. Mindened megvan, biztonságban vagy, anyagilag most már ugye ott van a stabilitásod, viszont az emberi kapcsolataidat vizsgáld felül, hiszen akár munkahelyen, bárhol lehetnek olyan emberek, akik nem őszinték veled, hiszen mutatja a kártya, ugye, a hamisság lapját. Tehát amit tudnod kell, amit nem látsz, az, hogy nem minden az, aminek látszik. Ha van olyan ember a környezetedbe, akit el kell engedned, bármilyen szinten, bármilyen téren, azt most ne legyél bizonytalan, mert szépen el tudod engedni ezt az energiát. Tehát amit nem látsz, az emberek a környezetedben lehet, hogy kihasználnak, vagy sok negatív energiát raknak rád, de te stabil vagy, és tudsz előbbre lépni. A második paklit választottad, a fő energia a kardok ásza. Tehát valaminek a kezdete. Látod, hogy egy pandamaci jelenik meg a tarókártyán. Nyugalomban van, táplálkozik. A panda, mint szimbólum, meg szellemállat, a békét és a szelíd előtt szimbolizálja. Tehát a biztonság és az elszántság szimbóluma. Tehát békét teremt és kiegyensúlyozott. Viszont, ha kibillentik, akkor stresszes és ideges lesz, tehát nem szereti a változásokat. Az is fontos, hogy ugye a szeretet van benne, ott van az együttérzés, tehát a gyermekek is nagyon szeretik. Amit nem látsz, és amit tudnod kell, az, azt üzeni a panda neked, hogy az érzelmeidet tedd rendbe, nem szabad, hogy kibillentsenek, tudod, hogy mit kell tenned, és ne hallgass semmire. Tehát, ha váratlan fordulatok jönnek, már pedig a kardok ásza azt jelenti, hogy akár beléphet az életedbe olyan gondolatok, emberek, kommunikáció kapcsán, ami téged kibillent, akkor ne legyél stresszes, hanem találd meg magadban a nyugalmat, hiszen a szelíd erő van ezen a fotón, látjuk, hogy ott van a természetben, még a fizikai megjelenése is olyan kis szelíd, viszont erős és határozott. Tehát legyél te is olyan, hogy légy határozott, ne engedd magad kibillenteni, és ebben a kártyában ott van a bölcsesség, hiszen tudod már, hogy mit kell tenned, tehát hallgassa a saját belső szavadra. Ott van ezen a kártyán a türelem is, hiszen a panda egyfolytában ugye bambuszt teszik, és a bambusz ugye a növekedés szimbóluma. Tehát a panda is kivárja, míg eredmény lesz, akár néhány évet is, míg az a bambusz fejlődik. De addig is, míg telik az idő, élvezi az életet, kényelmes környezetben vagy, és ott van a bőség és a jólét körülötted. Tehát amit nem látsz, az, hogy valójában mindened megvan. Van hol laknod,
van élelmet folyamatosan. A cigánykártyák is ezt mutatják, hiszen ott van a stabilitás, a ház, az életedben, ott vannak az örömök, és tudsz saját magaddal foglalkozni. Ne engedd magad kibillenteni, sem érzelmileg, sem más szempontból, tehát megvan a biztonságod, megvan az erőd, és pozitív vagy. Tehát amit nem tudsz, végül is az, hogy pozitív vagy, optimista, jól látod a dolgokat, de néha lehet, hogy kibillentenek ebből az állapotból. Ezt próbáld, ezt az egyensúlyt magadban megtartani. Ami nagyon fontos, a kardok ásza üzenete az, hogy mindig jönnek új lehetőségek, hiszen az ász magában egy egyes, ami megindul. Mindig vannak esélyek, és a lehetőségek azt hozzák neked, hogy akár a családba, ugye, családbővülés, családban pozitív dolgok. Tehát, ha változások jönnek, akkor áramolj, érezd ezt a flót, hiszen ott van, hogy kristálytisztán látod a helyzetet, tudsz dönteni, tárgyilagos vagy, ugye, a kartok fejben vagy, azt jelenti, jó a kommunikációd, új lehetőségeket hoz az élet, amit nem kell tragédiaként felfogni, mert minden érted van, és a családodért. Tehát mindenképpen, amit nem látsz, hogy jó dolgod van, pozitív vagy optimista, nem kell nagyra vágyónak lenni, hiszen sokkal többed van kívül belül, mint akár egy többi átlag embernek. Tehát ezt kell értékelni, ezt kell megköszönni a fentieknek, és hálát adni. A harmadik paklit választottad, a fő energia, a kelyhek apródja. A cigánykártyából is ugye emberek jelentek meg. Tehát amit nem tudsz magadról, az az, hogy egy kicsit bezárkóztál, a kártya arra figyelmeztet, hogy mindened megvan, az energiák ki vannak egyenlítődve, csak egy kicsit, mintha túl merev lennél, játékosabban kell felfogni az életet. Nem kell mindig ragaszkodni ahhoz, amit te kiterveltél, mert az életben jönnek jó lehetőségek, hiszen ez a kelyhek apródja, maga egy jótevő kártya. Tehát békét látunk, egy jó ajánlatot, egy lelki közösséget, hogyha nyitsz és kilépsz a komfortzónádból, új emberekkel fogsz megismerkedni. Tehát amiről még nem tudsz, jönnek a jóindulatú kedves emberek az életedbe, hogyha nyitott vagy. A tarókártyán is látjuk, hogy ott a távolban egy kis fóka úszkál a tengerben, de szinte alig látszik. Tehát te is tűnj ki a tömegből, nyiss egy kicsit, ne rejtőzködj, menj társaságba, beiratkozhatsz valamilyen tanfolyamra, amiről még nem tudsz. Az egész életed szinte egy tanulás, mindig tanulsz, tapasztalsz, emberektől továbbadod az embereknek. Tehát az is lehet, hogy neked is tanítanod kell, hiszen személyjelölők jöttek ki a képen. Tehát folyamatos tanulásban vagy, és a tapasztalataidat tudod majd az életben hasznosítani. Tehát látunk egy kelyhet, ami felborult a homokban. Azt mondja a kártya, hogy bízni kell magadban. Ugye nem mindegy, hogy félig üres, vagy félig teli az a kehely. Lásd mindenbe a pozitívumot, egy kicsit legyél lazább, játékosabb, mint az a fóka, ott van a flow, ott van az árral, boldog, megvannak az elemek, egyensúlyban van, és ne legyen benned kétség. Tehát amit még nem látsz, az, hogy sokat kell még tanulnod az életben, de így spontán emberek jönnek majd, különböző közösségekhez csatlakozhatsz. De ez akár lehet egyébként családban is, munkában is, bármilyen pozitív közösséghez csatlakozhatsz. Tehát egész életed folyamán szinte ott van a tanítás és a tanulás, ami előbbre visz téged.